Az összesküvés elméletek vonzerejét többek között éppen az adja, hogy érdekesen. El lehet velük adni filmet, könyvet, ki látta például, vagy olvasta a hallgatóságból a Da Vinci Code című regényt, vagy nézte meg a filmet. Igen, viszont már sokan, hogy bár ez az elmúlt évek egyik legnagyobb kassza sikere volt, és az egésznek a hátterében ugyebár egy nagy összesküvés elmélet van, hogy az Opus Dei, meg a katolikus egyház eltitkolta azt, hogy valójában Jézusnak vannak gyerekei. Bocsánat, valaki nem olvast, és most ez jó kemény spoilerezés, de hogy persze érdemes ezzel is elolvasni, meg megnézni, de hogy ez volt a történet lényege, hogy ezt eltitkolták ezt a dolgot, hogy Jézusnak gyerekei vannak, és mai ideig ez a vérvonal, ez. Életben van, és el akarják titkolni, és Dan Brown egyébként ezt elmondta saját maga különböző interjúban, hogy hit, ennek az elméletnek több elemében hit, tehát hogy ő ilyen furcsa nézetekkel rendelkező úgynevezett történészeket, meg kutatókat, meg régészeket olvasott, és egy kicsit azonosult is a nézeteikkel. Ugyebár összesküvés elmélet az általában érdekesebb, mint maga a valóság. Mert több dráma van benne, több izgalom. Gondoljuk abba, hogy például milyen unalmas a gazdasági világválságnak a standard magyarázata. A 2008-2009-es, ugyebár Amerikában bizonyos típusú hitelformáknak a kockázatát nem jól mérték fel a bankok, a hitelminősítő intézetekre nem hívták fel a figyelmet, a kormány nem szabályozta jól a területet, maguk a hitelfelvevők megfelelőtlenek voltak. Tök unalmas, és senki nem felelős, mert mindenki felelős. És ilyen magyarázatokat nem szeretjük. Az olyan magyarázatokat szeretjük, ami azt mondja, hogy már pedig ezek zsidó bankárok voltak. És akkor biztos, hogy ők voltak, ők ezt eltervezték előre, az ő akaratukból történt, minden, ami történik, az ő érdekeiket szolgálja. És akkor onnantól kezdve, akinek mondjuk eleve vannak ezzel kapcsolatos előítéletei, annak újra helyreáll a világnézetben, mert azt mondhatja, hogy akik eddig gonoszak voltak, azok továbbra is gonosz, azok eddig jók voltak, azok továbbra is jók. És az összesküvés elméletek azért tudnak nagyon népszerűek lenni, mert ugyebár a társadalmi események széles körét tudják megmagyarázni, nagyon kevés premisszát. Hogyha mondjuk valaki, bocsánat, ez politikailag inkorrekt, de a legtöbb összesküvés elmélet politikailag inkorrekt elemeket tartalmaz, de hogyha azt mondja valaki, hogy mondjuk a zsidó bankárok tartják a kezükbe a világot, akkor ezzel az elvvel szinte mindent meg lehet magyarázni. És aki úgy fogalmaz, hogy az összesküvés elmélet nem tudom, szemben megvan, a dedukció pornográfiája. A dedukció az ugyebár mindig az a magyarázat, amivel az egyes eseteket általános jelenségekkel akarunk megmagyarázni. Tehát, hogy mindent meg akarunk magyarázni nagyon kevés kiinduló pontból, és ez nyilván jó, mert egyszerű, könnyű magyarázatot adunk a világ jelenségére. Hozzáteszem zárójelben, hogy van, hogy az összesküvés elmélet bonyolultabb, mint a valóság, de általában a célja az, hogy amilyen szempontból leegyszerűsítse a valóság. És ami nagyon fontos, hogy mindig a csoport vagy a társadalom pszichológiai vágyai motivációit elégítik. Valami miatt jó bennük hinni. Nyilván ez nem mindig triviális, hogy miért jön nekünk az, hogy ilyen horror filmekben élő forgatókönyvek főszereplőinek képzeljük magunkat, ahol igen a repülőgépek mérges anyagokat bocsátanak ki, ahol mérgezik az ivóvizet, ahol a sajtó, a kormány és a hadsereg összefogott a lakosság ellen, hogy egy-két ilyen erősebb összesküvés elmélet mondjak. De ami érdekes velük kapcsolatban, hogy általában valamilyen szempontból vágyteljesítő természetűek is. Az első és a legfontosabb az, hogy ami, ugyebár az se egyértelmű, hogy a paranoidnak miért jó abban hisz, hogy mindenki őt üldözi. Azért, mert nagyon fontos. Akit mindenki üldöz, az fontossá válik. És ugyanaz igaz az összesküvés elmélet esetében is, hogy azt gondoljuk, hogy minket mindenki üldöz, mindenki ellenünk van, mindenki ellenünk támad, megfigyelnek minket, le akarnak. Ez azt jelenti, hogy fontosak vagyunk. És ezt ki is mutatták szociálpszichológiai kutatások, hogy azok a csoportok, akik úgy érzik, hogy ez kollektív önérték, és a csoport önértékelése alacsony, nem elégedettek azzal, ahogy azt gondolják, hogy a saját csoportjuk értékelve van,
hogy így csúnyán fogalmazok, azok inkább hisznek az összes hősemetek, de az Egyesült Államokban például azt mutatták ki, hogy a feketék körében erősek ezek az összes hősemetek. Olyan típusú összes hősemetek például, hogy az ECET kormányzati laboratóriumokban fejlesztették ki, azért, hogy a feketéket mert gyakorlatilag egy négy értes kövessen kell ellen. És nyilván, aki ezt gondolja, az azt gondolja ennek kapcsán, hogy hogy a feketék annyira fontosak, hogy a kormány egy ilyen összesküvést hagy végre előtt. Minden ilyen elmélet valahol arról is szól, hogy a csoport fontos selek kérmelyen, de lehetnek más fárteljesítő eleme is. Például, amit a szeptember 11-i terrortámadás után körülbelül igen, 5 muszlim többségű ország lakosságában kimutatták azt, hogy ez az összesküvés elmélet, mely szerint Amerika és Izrael valahogy közösen követte a szeptember 11-i merényleteket. Ebben az ott megkérdezett lakosság 80%-a hit, 80%-a. És miért jó ez neki? Azért, mert azt mondhatják, hogy nem mi voltunk, ők voltak. Nem fanatikus iszlamisták voltak, akik terrorcselekményt hajtanak végre, hanem az izraeli kormány és az amerikai kormány azért, hogy ellenük támadhassanak utána. És ez egyébként két szempontból fontos. Az egyik az, hogy ugye már voltak annak idején ilyen magyarázatok, hogy ünnepelték ugyebár a muszlim országokban szeptember 11-et, hogyha valaki valamire büszke, akkor azt nem akarja másnak átadni. Tehát, hogyha ők tényleg ünnepelték volna, akkor büszkék lettek volna rá, és akkor azt mondták volna, hogy persze, hát ezek muszlim terroristák voltak, és mi azonosunk velük, nem ez történt. A másik viszont az, hogy az összesküvéselmet az mindig nagyon jó eszköz arra, hogy a felelősséget a saját csoport, vagy annak valami tagjának a cselekedetéért áttolja a másik oldal, és ez is egy ilyen vágyteljesítő jelleg. És igen, egy kicsit a fogalmakról, és aztán visszaugunk az aktosabb témákra, geek emberek és hasonlók. Mi az összesküvés elmélet? Erről már röviden beszéltem. Olyan nagyon fontos, hogy az összesküvés elmélet az nem feltétlenül mindig hazugság. Ugyebár először is nem tudjuk, hogy nem tudjuk eldönteni sajnos a világban mindenről, hogy igaz-e vagy sem. A második az, hogy a világban vannak tényleges összeesküvések. Sportban vannak lebundázott meccsek, a gazdaságban kartellek, politikában puccsok. Ezek az összeesküvéseknek a minősített esetei. És nem mondhatjuk azt, hogy ezért abba gondolkodni, hogy léteznek összeesküvések a világban, ez önmagában téves lenne. Az összesküvés elméletek hogy bicsaklanak meg, hogy mindent ebből a logikából akarnak levezetni, és van egy ilyen jellemzőjük, hogy az összesküvőket magunkat ilyen szuperembereknek feltételezik, hogy annyira zseniálisok, hogy mindent ki tudnak számítani, tökéletes terveket alkotnak és tökéletes terveket hajtanak végre. De hogyha mondok egy-két közismert példát, az, hogy az amerikai autógyárak összejátszanak egymással, és úgy buherálják meg az autókat, hogy amikor végzik rajtuk a kibocsátási teszteket, akkor sokkal zöldebbnek tűnjenek az autók, mint amilyenek valójában. Ez egy összesküvés elmélet? Igen. Igaz? Igen. Tehát vannak ilyen esetek. Watergate botrány az Egyesült Államokban. Ez is a politikai összesküvés egy jól dokumentált esete, ahol gyakorlatilag tehát, hogy az elnök tudtával hajtottak végre egy olyan betörést a demokrata székház ellen, amiben gyakorlatilag ilyen titkos kompromittáló iratokat próbáltak illegális úton megszerezni. Tehát nyilván, ha valakinek erős az a történelmi érdeklődése, hát akkor nincs olyan kor, amiből lehetett számos összeesküvést kihámozni. Például ugyebár a második világháborúban az első lövéseket gyakorlatilag, ami a casus bellit szolgáltatta, ami miatt Németország és Szovjetunió megtámadta Lengyelországot, az is egy összeesküvés volt. Maguk a német katonák lengyel katonának öltözve kezdték el lőni a német katonákat, azért, hogy utána azt mondhassák, hogy na, megtámadtak minket, akkor innen már jogos a visszatámadás. Tehát a világban vannak összeesküvések, ez nem kérdés, hol tévednek összeesküvés elmények, erről még fogunk beszélni. Mi az álhír? Az álhír az egy olyan direkt a megtévesztést célzó
valamilyen intézményesített híroldalról, vagy valami információforrásból származó információ, vagy álinformáció, ami direkt azért alkottak, hogy valamilyen véleményt képzetet alkítsák ki. Amiért az álhír az gyakorlatilag megteremtett valóság. Semmiből teremtjük, mert a valóságban nem létezik, és létrehozzuk. Mi ez a post-truth, az igazságunk úgy lehet? Egy kicsit erről is beszéltem. És ami egy ilyen általánosabb fogalom, az a dezinformáció, ami gyakorlatilag arra utal, hogy nem minden esetben mondhatjuk azt, hogy csak összeesküvés elméletekről vagy álhírekről beszélhetünk. Lehet valakiket úgy is megvezetni, hogyha nagyon szelektíven válogatunk az információk közül úgy, hogy a végén teljesen téves képzet alakul ki az egyénben. És összeesküvés elméletek és álhírek nem mindig tökéletesen fednek át egymással, tehát érdemes különválasztani két fogalmat, hogy hogyan adok egy kis illusztrációt. Például volt ugyebár egy ilyen álhír az amerikai elnökválasztást megelőzően, ahol az álhírek gyakorlatilag, azt nem tudhatjuk, hogy eldöntötték az elnökválasztást, de ez biztos nagyon komoly szerepet játszottak benne. Volt egy ilyen hír, ami gyakorlatilag arról szólt, hogy a Ferenc pápa hát megválasztásra javasolja Donald Trumpot a saját híveire. Tehát, hogy ez az endorzolni szoknak nincs jó magas magyar megfelelő, de igen, tehát hogy támogatja. Tehát Donald, vagy Ferenc pápa nyíltan támogatja Donald Trumpot. Ami ugyebár több szempontból sem nagyon életszerű. Az egyik az, hogy Amerika protestáns, és hát legjobb tudomásunk szerint Ferenc pápa nem a protestáns egyháznak a vezetője. A másik pedig az, hogy ezért a pápa elég ritkán szokott nyíltan beszélni politikai kampányokba, és még ez valószínűleg egy ideig így is lesz, de ez egyik legnépszerűbb álhír volt. Ebben ugyebár nincsen összeesküvés is ellen. Ebben nincsen valamilyen ilyen gonosz háttértörténet. Az álhírek a leggyakrabban összeesküvés elméletek formájában jelennek meg, de ez például egy kivétel, itt nincsen ilyen összeesküvéses mozzanat. Bár erről már beszéltem, hogy van olyan összeesküvés elmélet, ami nem álhír, hiszen lehetnek igazak egyes összeesküvés elméletek. És egy példát mondjak a dezinformációra. Amikor az orosz állami propaganda csatorna, a Russia Today, beszámol például arról, hogy mi zajlik az amerikai egyetemeken, akkor mikről beszélnek? Kollégiumi bulik, megerőszakolások, drogfogyasztás, alkohol. Semmi más. Vannak-e ezek a jelenségek az amerikai egyetemeken? Persze. Nyilván azt ne is feltételezzük, hogy esetleg az orosz egyetemek kampuszán is ilyen előfordulhat, mert ezt nyilván nem is feltételezhetjük. De amiről ezek a hírek egy kicsit elfelejtenek beszámolni, az az, hogy egyébként az amerikai egyetemek a világ tudományos teljesítményének a csúcsát tudják nyújtani. Ugyebár ha megnézzük az egyetemi rangsorok, kutató helyek rangsorait, akkor az amerikai egyetemek, a vezető amerikai egyetemek mindig ott vannak a topban. De erről szó sem esik, csak arról, hogy gyakorlatilag Szodoma és Gomorra, ami zajlik ugyebár az amerikai egyetemek kampuszain, és semmi másról, és ugyebár itt egy üzenetet kell átvinni, és ez kicsit rezonálja egyébként a hidegháborús időkre, hogy a nyugat az egy erkölcsi feltő, és Amerikában a dolgok ugyebár azt mondják, hogy milyen híre rendben vannak, nagyon rosszul mennek, lehet, hogy azt gondoljuk, hogy milyen jó az amerikai egyetemeken, de semmi más nem zajlik ott, csak ilyen erkölcstelen dolgok. Ugyebár amiről beszélnek ezekben a műsorban, sokszor van igazságtartalma. Tehát ténylegesen vannak ilyen botrányok, hát mindenhol vannak a világon, itt a nyilvánosságban az Egyesült Államokban nagyobb figyelmet kapnak, mert ez egyre inkább a közbeszéd része, hozzáteszem, ez már egy fejlettségi mutató. Ugye már véletlenül Oroszországban, az orosz kampuszokon is vannak megerőszakolási ügyek, valószínűleg az orosz állami média ezekről nem olyan lelkesen számol be. De hogy igaz az alapja, de hogy amit kikerít belőle, és az egész üzenet, ahogy felépíti, annak már kevés köze van a valósághoz.